A szociáldemokrata kormány bizalmatlansági indítványjal való menesztése óta folyamatosan téma az előrehozott parlamenti választások megszervezése. Ezt elsősorban a Mencsétek meg Romániát szövetség szorgalmazza, de érdeke lenne a Nemzeti Liberális Pártnak is, hiszen egyikük sem szeretné, hogy a szociáldemokrata párt megerősödjön a 2020 végi rendes határidőig. Az elképzelésnek azonban az szab határt, hogy ez csak bizonyos, nehezen teljesíthető feltételek mellett lehetséges. Pontosabban a kormánynak le kell mondania, vagy meg kell buknia egy bizalmatlansági indítványjal, utána pedig két egymás utáni kabinet beiktatását is el kell utasítania a parlamentnek. A mostani kormány pedig csak úgy lenne hajlandó megválni a hatalomtól, ha biztos lehetne benne, hogy a választások után ismét a liberális párt alkothatna kormányt. Bizottságot hoztunk létre, amely alulírodból, mint a Nemzeti Liberális Párt elnökéből, Ráluka Turkán első alelnökből és Robert Szigertő főtitkárból áll. Feladatunk, hogy megvizsgáljuk az előrehozott választások szervezésének reális lehetőségeit, tárgyaljunk a politikai partnereinkkel, hogy pontosan felmérjük az álláspontukat. Szinte biztosra vehető, hogy Ludovik Orbán nem mond le, mert akkor ügyvívő miniszterelnök sem maradhat, marad a bizalmatlansági indítvány, de a kormány esetleges megbuktatása után nehezen megjósolható a partnerek viselkedése. Egy korábbi alkotmánybírósági döntés értelmében a júniusi helyhatósági választások és a parlamenti választások nem szervezhetőek meg egy időben, ám egy sokak által információ szerint a liberálisok azt szeretnék, hogyha két héttel korábban képviselőkre és szenátorokra is voksolhatnának a választópolgárok.